Volt ott minden a szabaduló világszámtól a bunyón át egészen a táncig. Ezeket az egymástól távol álló tevékenységeket egyetlen dolog kötötte össze, a sakk. Hiszen ez volt a 6. Aqua Profit polgárnemzetközi sakkfesztivál. Annyi esemény van, hogy sokszor, amikor elkezdem felsorolni, kimarad valami. Az idén még több olyan programot próbáltunk berakni, ami minden sakkal kapcsolatos és sakkos élmény nyújt a gyerekeknek, felnőtteknek. A fesztiválon David Merlini igencsak magasra tette a mércét, legalább 10 méterre. A világ egyik legismertebb szabaduló művésze még egy kényszerzubbonyból is kimászott, hogy fejjel lefelé sakkozhasson Polgár Zsuzsával. A partiban azután kiderült, hogy Merlini szabadulásban azért jobb, mint a táblánál. Hogy látod, jobban felkészült Dávid? Erre az aztán jövő, mint tavaly? Igen. Ez nagyon látványos volt, és elterelő. Figyelmes volt. De figyelmet is elterelte? Néhány méterrel arrébb, ha lehet, még ennél is komolyabb csata zajlott, mégpedig Polgár Judit és az Európai Unió között. A közösség 27 országából érkeztek ugyanis gyerekek, hogy megküzdjenek a világ legjobb női sakkozójával. Nekik ez megtiszteltetés, Juditnak pedig élmény volt. Ami számomra nagyon nagy öröm volt, hogy mindenhonnan berepültek, ide repültek, és játszottak ellenem, és ez azért volt nekem nagyon fontos, mert Európai Unión belül 2011 óta támogatom a sakk az iskolába programot, ami úgy néz ki, hogy Magyarországon 2013. szeptemberétől bekerül az oktatási rendszerbe, mint választható tantárgy. Azért jöttem a rendezvényre, mert ez a fiatalember itt hátul Magyarországot képviseli, és ő az én fiam, és rendszeresen sakkozik. Úgyhogy én ezért jöttem a rendezvényre, mert ez egy nagyon jó dolog. Az érdeklődő amúgy nem győzte kapkodni a fejét. Talán nem is hitte volna, hogy ennyi híres ember szereti a sakkot. Az együttes tagjai közül ki tud sakkozni, és hogyan? Hát én azt hiszem, sakkozni mindenki tud. Ahogyanra azt mondom, hogy a Jutkáék színvonalánhoz mérve egyikünk se tud. Össze lehet hasonlítani a vízilabdát a sakkal? Hát mind a kettőt, a vízilabda csalóka, mert fejjel és lábbal játszunk, kézzelőjük a gólt. Így szerintem a kéznek még kisebb szerepe van, mint a vízilabdában. Fél életem a sakkal, lóverseny meg Wagner, és hogy Polgár Judit barátságát élvezhetem meg a növelőjét 10 éves koruk óta, meg Portisét, Lékóét, kellenél több. Nagyon szeretem, jó dolog. Jó lenne, ha minél többen űznék, mert tanít gondolkodni, tanít koncentrálni, tanít kombinálni, és tanít tisztelni az ellenfél tudását. Elsőre talán furának tűnhet a látvány, de tény. Új hóbort járja a világban. Összeboronálták ugyanis a sakkot és az ökölvívást. Ennek lényege, hogy egy meneten keresztül ütik egymást a felek, majd sakkoznak egy kicsit a ringben, és jön újra a hírig. A sporták hazai ős bemutatóján a világbajnok ökölvívó Kótai Mihály és az olimpiai ezüstérmes birkozó Bárdosi Sándor sakkboxolt döntetlenre. Óriási élmény mind a kettőnknek, hiszen én azért boxoltam 2004. szeptember 11-én itt a kis stadionban, amikor 10 000 ember volt kint, és óriási hangulat volt az arénában, de ez teljesen más volt. Ennyi gyerek és ennyi dúkolás, tehát ilyet még életemben nem éreztem. Úgyhogy azt gondolom, hogy ha azt fogják kérdezni velem, hogy mik azok az élmények, amikor a sport adott nekem és a legjobbak, én azt gondolom, hogy ez magasan-magasan a legjobbak közé tartozik. Mit jelent az ön számára a sakk? Sok minden, sportot, tanulást, gondolkodást, játékot, szellemizgalmat, ezeket. Miért volt érdekes önnek eljönni ide a rendezvényre? Egyszerűen kíváncsi vagyok rá, és szeretném, hogyha sikeres lenne ez az egész Polgár Judit, Polgár család brand, jó lenne. A gyermekeim azok elég intenzíven sakkoznak, azért is vagyunk többek között itt, úgyhogy a sakkot, mint sportágat nagyon szeretem, és
Azért is támogatom nagyon, nálunk Kőbányán minden óvodában van sakkoktatás, és az iskolák döntő többségében is, mert hihetetlen jó képességfejlesztő hatása van. Mindig el szoktam mondani, ha valaki lemegy a konditeremben és emelgeti a súlyokat, az megizmosodik, nem tud más történni vele, ha elég sokat csinálja. Ha egy gyermeket rá tudunk venni, hogy naponta egy fél órát intenzíven gondolkozzon, akkor agyilag fog megizmosodni. Szerinted mennyi esélye van idén 2012-ben a magyar sztároknak ellened? Hát én úgy gondolom, hogy a legjobb, mert Iván nagyon komoly játékos, én már többször játszottam ellene baráti társaságban is, nagyon komolyan megvitattuk, hogy milyen időkontrollmellett fogunk játszani, mi a legideálisabb számára. A hagyományokhoz híven Polgár Judit ezúttal is vakon küzdött meg a Hírességek csapatával. Asztal melletti ellenfele a világhírű karmester Fischer Iván volt, akit szekundások sora segített a játékban. Eszterházi Marci az övök. Fog menni, Marci, a szavazóban kezelése? Igen, a hüvelyk ujjammal nyomom az egyik betűt, szerintem ez így korrekt, nem? Melyik betű? Hát én a C. A C. Gombor János? Át. Á. Novák Dezső? Át. Á, jó, nem megyek körbe, mindenki nyomja meg a szavazógombot, és aztán meglátjuk, hogy a magyar sztárok hogyan döntöttek, mi legyen a következő lépés. Ahogy teltek a percek, úgy lett nyilvánvaló, hogy segítők ide, Fischer Iván sakktudása oda, ezt a meccset csak is a vakon játszó Polgár Judit nyerheti. A karmester kissé megtörten nyilatkozott a tisztes vereség után. Így az ember játszik, és úgy érzi, hogy jön valami ilyen tornádó, vagy valamilyen nagy viharhoz hasonlítható a dolog, ilyen, vagy egy cunami, olyan érzés. Így jön a másik fél, megállíthatatlanul, mint egy cunami. Kevesen gondolják végig, de a sakk az a sport, amit nyugodtan űzhetnek együtt a generációk. Sőt, ebben akár a fizikailag kissé már fáradt nagypapának is lehet esélye a csikóként száguldozó unokával szemben. Talán ezért volt népszerű a fesztiválon a Nemzedékek csatája. 2012 az európai aktív időskor éve és a generációk közötti szolidaritás éve, ahogy Polgár Zsófi is említette, a sakk egy nagyon jó eszköze lehet a generáció közötti együttműködésnek. Én magam is egyébként a nagypapámnól tanultam sakkozni, és gondolom sokan mások is így vannak ezzel. Míg az érdeklődők a sakktáncot figyelték, a kicsik játékos formában ismerkedhettek a bábukkal és a játék alapjaival. Magyarországon a Polgár Judit nevével fémjezett tehetségfejlesztő sakk 2013-tól választható tantárgy lesz az általános iskolákban. Ez azonban nem jelenti azt, hogy sakkozni tanulnak majd a gyermekek. Azt viszont igen, hogy minden más tantárgyal összekapcsolva játékosan fejleszthetik így a pedagógusok a tanulók képességeit. Nap legnagyobb eseménye idén is a száztáblás szimultán volt. A kihívók között még Soros György is ott ült, aki kimondottan emiatt az esemény miatt repült Budapestre. A sportért felelős államtitkárnak viszont szinte kötelező volt kihívni a Polgár Juditot. Államtitkár, egy nagyon komolytalan kérdést hagy tegyek fel. Milyen játszani Polgár Judit ellen? Milyenek az esélyek? Az esélyek azok kilátástalanak, az igazság, hogy annyira profi, hogy olyan szinten és gyorsan tud játszani, hogy ámulok. Tehát ez végül is egy kisebb csata, egy kisebb ütközet ilyenkor, amikor az ember leül, még 30 éve nem sakkoztam, úgyhogy hát nagyon profi, meg kell mondjam. Tehát én is azt hiszem, hogy támadok, és közben azon veszem észre magam, hogy azon nyomban védekeznem kell, mert a hátországban baj van, úgyhogy nagyon, nagyon ügyesen csinálja le a kalappal. Az eseményen 4000-nél is többen voltak. Ezek után felvetődhet a kérdés, lehet, hogy a Szimacsarnokot is kinőtte a Polgár Sakk Fesztivál?